Jó napot kívánok, kedves nézőink! Egy évvel ezelőtt, amikor a kórház elmúlt évéről beszélgettünk, Németh Csaba főigazgatóval, akkor azt mondta, hogy az igazgatói munkásságának egyik fontos célja, hogy nyitottá tegye az intézményt. Eltelt egy év, nyitottabb az intézmény. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, és annyiban szeretnék is korrekciót tenni, hogy már 2 éve is ez volt a kitűzött cél, mert 2 éve bíztak meg engem az intézménynek a vezetésével. Én azt gondolom, hogy az első évet tekinthetjük talán a főkészülésnek, vagy a nekifutás évének. Második évben már jogos lehet a kérdés, hogy akkor mit sikerült megvalósítani a kitűzött programokból. Én úgy gondolom, hogy azokat a lépéseket, mert ezt a célt is lépésenként lehet megvalósítani, amik ehhez a célhoz vezetnek, ezeket sikeresen elkezdtük megtenni, és rövid idő alatt nyilván nem lehet csodát csinálni, de én úgy érzem és úgy gondolom, hogy jó úton haladunk ahhoz, hogy hát, hogyha ezzel a modern és kicsit technikai kifejezéssel lehet élni, akkor ügyfélbaráttabbá és ügyfélbaráttá tegyük a kórházat. Jó érzés és pozitív élmény legyen hozzánk bejönni, és nálunk gyógyulni, és pozitív élményekkel lehessen távozni. Az, hogy egy kórház ügyfélbarát legyen, az elsősorban a bizalom erősítésén múlik? A bizalom erősítésén múlik, illetve azokon a az, hogy egy kórház, ha valaki betér egy kórházba, az, hogy gyógyultan szeretne távozni, ez úgy alapértelmezett elvárás. De az, hogy a bizalom kialakul-e vagy nem, illetve az elégedettség megjelenik-e nálunk megfordult betegek részéről, kialakul, elégedetten távoznak-e, az még nagyon sok apró dolog szükséges ahhoz, hogy valaki úgy távozhasson, hogy jó érzéssel az intézményből. Hány beteg fordul meg egy évben? Hát a betegforgalmunk az viszonylag konstans, állandó évről évre. Nem kicsi a szám, ez évente 30 ezer fekvő beteget, illetve 500 ezer járó beteget jelent. Amit csak úgy viszonyításképpen, biztos, hogy sokan tudják, csak tegyük egymás mellé a két számot, tolna, hogy a lakossága 220 ezer. Ehhez mérten nálunk ennyi eset, ellátási esemény történik, tehát elég sok emberrel foglalkozunk egy évben. A bizalom az ellátás minőségében is tükröződhet, vagy növelheti, ha az ellátás minősége javul egyrészt, másrészt meg ha a környezet, amiben egy betegnek be kell menni, az olyan, amiben ha belép egy intézménybe, úgy érzi, hogy itt minden érte van. Milyen lépéseket tudott ez ügyben tenni a kórház? A kérdésnek az első fele, hogy a minőségi gyógyulás. Ugye az én előző válaszomnak az első fele, hogy az elsődleges feladatunk nyilván ez. Ezt lehet, hogy egy kívülálló szempontjából kevésbé érezhető, sőt, sokszor a saját munkatársaink is kevésbé érzékelik, de ebben a kórházvezetésnek, a kórház menedzsmentjének nagyon nagy szerepe és egész évben folyamatos erőfeszítése, hogy a kórház ezen a szakmai színvonalon, ahol működik, működni tudjon. Ugye, hogy néhány gondolatot ez mögé tegyek. Tudjuk azt, hogy a mi kórházunk pavilon jellegű kórház, legalább 20 gyógyászati épületünk van, nem is a legújabb épületek. Ezeknek a folyamatos lakhatóan tartása és élhetően tartása nem kevés feladatot és nem kevés kihívást tartogat. Ugye tudjuk azt is, hogy manapság az orvostudomány és a gyógyítás erősen technikai igényes és erősen feltétel, gépműszer igényes szakma. Ahhoz, hogy a kollégáink az elvárt magas színvonalú, magas minőségű munkát végezni tudják, nem kevés feladat ezeket a gépműszereket, berendezéseket, gyógyászati anyagokat a rendelkezésükre bocsátani, és mindehhez a anyagi és egyéb feltételeket megteremteni. A kérdés második fele, hogy mi kell még az élhető környezethez, ezek azok a sok apró szempont, amit szintén érintettem az előbb, hogy mi minden kell az elégedett ügyfélhez, vagy az elégedetten távozó beteghez.
ebben is igyekszünk lépéseket előre tenni, hogy csak példákat is mondjak. Például nagy energiát fordítunk a kórházi kertnek, kórházi parknak a rendbetartására. Ez lehet, hogy a konkrétan a gyógyítás vagy a gyógyulás szempontjából egy háttér dolognak tűnhet, de az, hogy az ember milyen környezetbe érkezik, és ott kialakul az előbb említett bizalom, ott nagyon nem mindegy, hogy ez milyen környezetben történik, és milyen környezetben van egy kórház. Említhetném a kórházi közlekedést, amit sokszor kapunk érte hideget, meleget is, mert csak az igazgatásnak a korlátozó tevékenységét látják időnként a munkatársak, időnként a hozzánk betérő betegek is, pedig ez is annak érdekében van, hogy a kórházba mindig be lehessen jönni, amikor tényleg a szükség úgy hozza, akkor a beteget be lehessen hozni, és el lehessen juttatni a megfelelő helyre, illetve hát a kórház működtetéshez is szükség van a közlekedésre. Élelmet, tiszta ruhát kell vinni a bentfekvő betegeknek, illetve a pavilonok között konkrétan a betegeket is mozgatni kell, ami egy bedugult kórházudvar mellett nem elképzelhető, rendezetlen viszonyok között pedig óhatatlanul bekövetkezik ez az állapot. Az áremelést, vagy a parkolási díjemelés, ez itten fölborzolta a kedélyeket azért. Igen, erre utaltam, hogy mindig csak az intézkedésnek a negatív oldalát látják a hozzánk betérők, de ez az intézkedés mögé kell azt is gondolni, hogy ennek az intézkedésnek a célja alapvetően a forgalomszabályzás. Azt szeretnénk elérni, hogy csak az jöjjön be a kórház udvarra, akinek ott tényleg feltétlen dolga van, tehát vagy beteg, vagy dolgozó, és hogyha bejött a gépjárművel, behozta például a beteget, akkor lehetőleg minél előbb menjen ki a kórház udvarból, annak érdekében, hogy a következő beteg vagy következő hozzátartozó is be tudjon jönni. Mert a kórház udvar alapvetően nem a város parkolója. A kórház udvar nem a város parkolója, ez így van. És hát egy nagyon negatív példát is tudok erre mondani, hogy az eltelt évek alatt, sőt, ez még talán most is így van, a kórház udvar a városközpontban levő egyik legolcsóbb parkoló volt, és nem is gondolná az ember, de nagyon sokan használták úgy a kórház udvart, hogy városi ügyeiket intézni álltak meg a kórház udvarba, és foglalták el a helyeket azok elől, akinek tényleg ügyintézni valójuk volt, gyógyulni szerettek volna a kórházban. És ennek a jelenségnek a megszüntetésére is például egy azt gondoljuk szükséges lépés volt a behajtási rendnek és a behajtási díjaknak a szabályozása. A bizalomra egy picit visszatérve, azt gondolom, hogy egy kórházzal szembeni bizalomban nagyon nagy szerepe van a humán erőforrásnak. Kellő mennyiségű, kellően odafigyelő orvos, nővér létszámban és szakmai minőségben. Ez így van. Hiába lenne vagy lennének a legszebb épületeink és a legjobb minőségű felszereléseink, hogyha nem lenne ki, azokat használná. Ezen a területen se a legegyszerűbb a dolga a kórházigazgatónak. Nem csak az egészségügyben, más szektorban is lehet manapság hallani, hogy a jó szakembereket mindenhol keresik, és mindenhol kereslet van utánuk. Ez alól az egészségügy sem kivétel. És ha a kórházunkra vetítem ezt a kérdést, akkor elmondhatom orvosi területen, szakdolgozói területen és a egyébként egészségügyben dolgozó, de nem egészségügyi dolgozó, tehát háttérterületen is. Úgyhogy ez is a napi feladatunkat képezi, sokszor nem is a legegyszerűbb feladatokat, hogy azt a létszámot, aki a épületeket megtölti, betegeket fogadja és a kórházi műszereket használja, azt nap mint nap biztosítani tudjuk. Úgyhogy ennek érdekében is jelentős erőfeszítéseket teszünk, hogy a kórház mint munkahely az ott dolgozók számára is egy elfogadható és egy
munkaerő barát környezet legyen, hogy a kórházra ne csak mint szükséges rosszra tekintsen a dolgozó se, hanem valamennyire a kórházhoz tartozónak érezhesse magát, ott, ahol ő meg van becsülve. Ennek ellentételezéseként nyilván várható az, hogyha a kellő megbecsülést megkapják, akkor a munkájukat is a megfelelő színvonalon fogják végezni. Van ennyi orvosa és ápolója a kórháznak, hogy ne kelljen azon gondolkodni, hogy melyik részleget szüntessük meg, vagy melyiket fejlesszük? Hát az, hogy milyen részlegen léphet fel működési zavar, illetve hol kell fejleszteni, ezen mindig kell gondolkodni. Az utánpótláson mindig kell gondolkodni. Azt hála Istennek mondhatom, hogy a kórház, ahogy azt a Tolna megyében élők tapasztalják, mind a mai napig működőképes, de szükséges azt tudni, hogy ehhez a működő képességhez bizonyos szakterületeken, bizonyos területeken az ott dolgozóknak nagyon jelentős áldozatvállalása, meg nagyon jelentős túlmunkája szükséges, mert bizony vannak olyan helyek, ahol elférne még több kolléganő is, és az pedig mindenhol igaz, hogy az utánpótlásra pedig nagyon nagy szükség van. Egy nem olyan régen készült statisztika szerint, ha most csak az orvosainkat számítom, az orvosi karunknak az olyan 25-28%-a nyugdíjkorú vagy nyugdíjhoz közeli. Ők egyenlőre aktívak, de ez egyenlőre van, és az idő előre haladtával egyre nagyobb szüksége fog annak mutatkozni, hogy ennek az idősödő szakembergárdának az utánpótlása is biztosított legyen és biztosítható legyen. A kórház egyik feladata a gyógyítás, a másik pedig a megelőzés. A tavalyi év egyik nagy fejleménye talán az egészségfejlesztési iroda megnyitása, akik aztán fölvállalják ezt a munkát. Mennyire tud ebben előre haladni? Lassan eltelt egy fél év, lassan egy egész. Szóval mennyire halad az EFI? A kérdéshez szólnak először hozzá. Ez nem szűken vett kórházi feladat, de nekünk a szívügyünk. Azt gondoljuk, hogy és a többes szám alatt a kórház vezetését értem, nem csak én gondolom így, hanem a vezetőtársaim is, hogy a mi Tolna megyében végzett munkánknak nem kell megállni a betegágy mellett végzett munkánál, hanem szeretnénk a Tolna megyében és Szekszárdon élő emberek egészségfejlesztését és egészségépítését is szolgálni. Erről szól az egészségfejlesztési iroda, amit egy Európai Uniós pályázati forrásból valósítottunk meg, és ami megkezdte a konkrét működését. Erről az irodáról tudni kell, hogy egészségügyi ismeretek oktatásával, szűrővizsgálatok propagálásával foglalkozik, tehát olyan ismereteket visz ki az emberek közé, amivel gyakorlatilag megtaníthatjuk az embereket arra, hogy mik azok a módok és mik azok a lehetőségek, amivel saját maguk is tehetnek az egészségük megőrzése érdekében. És tesszük ezt mind azért, hogy lehetőleg minél kevesebben szoruljanak konkrét kórházi kezelésre, vagy hogyha rászorulnak, akkor olyan állapotban és olyan stádiumban jönnek a betegségükkel, amikor még érdemben jobb eséllyel lehet gyógyítani őket. Az intézmény minőségének színvonalát meghatározza-e az, hogy oktatókórház? Tehát ez jelente valami olyan pluszt a szakmán belül, és mondjuk kifelé marketing szempontból, amitől pozitív lehet a megítélése az intézménynek? Én azt gondolom, hogy igen. Erre nagyon büszkék vagyunk. A Szekszárdi Kórház egyébként nem újkeletűen oktató kórház, évtizedekre visszamenően hagyományosan a Pécsi Tudományegyetemnek az oktató kórháza vagyunk. És az oktató kórházi mi voltunk, az nem csak az orvosképzésre, hanem a
szakdolgozói képzésre is kiterjed. És igen, azt gondolom, hogy ez egy olyan értéke a kórháznak, ami a mi megbecsültségünket és elismertségünket növelheti egészségügyi szakmán belül. És ennek a jelentőségét pedig abban látom, hogy amennyiben szakmán belül nő az elismertségünk, az imént említett utánpótlásnak a megszerzésében, ez egy nagy pozitívum lehet a kórház vonatkozásában, ugyanis a fiatalok, akik pályát kezdenek, vagy valahol már pályát kezdtek, de szeretnék kiteljesíteni a szakmai pályafutásukat, szeretnének egy szakmai karrierbe futni, szívesebben választanak olyan intézményt, ahol lehetőségük van arra, hogy magas szinten műveljék a szakmájukat, hogy tanulják a szakmájukat, ahol az intézmény az nyitott az újdonságokra, a szakmai modern dolgoknak a bevezetésére, ahol támogatják a tudományos tevékenységet, a tudományos munkát a napi egészségügyi munkavégzésen kívül, és ez, hogy a szekszárdi kórház, oktatókórház, ez körülbelül ezt a sok dolgot mind foglalja magába, amivel mi próbáljuk szintén a nálunk dolgozókat támogatni és segíteni. Karácsonykor egy meghívásnak tettünk eleget, amikor a Paksi Atomerőmű hozott a gyerekeknek ajándékot. Süli miniszter úr akkor azt mondta, hogy a kórháznak jelentős szerepe lesz a paksi beruházás kapcsán, mert hogy rendben van, hogy ő Szekszárdon működik, de azért térségi feladatai lesznek rövidesen. Ez egyrészt, két kérdést. Egyrészt föl van-e készülve a kórház ennek a fajta feladatra, a másik pedig, hogy ez jól mutatja, hogy a társadalmi kapcsolatok területén a kórház beágyazódott, nem csak a városban, hanem a civil szférában, és azt gondolom, hogy a gazdasági szférával szemben is. A konkrétabb kérdéstől haladnék az általánosabb felé. A Paksi 2 beruházással kapcsolatban mi is úgy számolunk és úgy készülünk, hogy komoly feladataink lesznek ennek a leendő beruházásnak az egészségügyi ellátásának a kiszolgálásában. Erre vonatkozóan folyik a akciótervek előkészítése, és egyeztetünk a fenntartóval, az egészségügyminisztériummal, a PAS 2 beruházást végző cégcsoporttal a tekintetben, hogy miféle plusz terhelésekre és miféle kihívásokra számíthatunk, és mi pedig készülünk arra, hogy ezeknek hogyan fogunk tudni megfelelni. Tehát ez a munka, ez folyik. Nyilván ez olyan stádiumba kell az egészségügyi felkészülésnek is állni. Az egészségügyi felkészülésnek arányosnak követlen kell lennie a beruházásnak az állásával, de nem fog bennünket váratlanul érni, hogyha ez a beruházás ez végül el tud indulni, és innen egy egészségügyi többletszolgáltatási igény megjelenik a kórházban. A társadalmi kapcsolatokra visszatérve és haladva a kérdésnek az általánosabb megválaszolása kapcsán, én úgy érzem, hogy az a fajta törekvésem, amit szintén a 2 évvel ezelőtti friss igazgatói beszélgetésben kifejeztem, hogy szeretnénk része lenni a környék életének, szeretnénk beépülni Szekszárdváros, Tolna megye, Dél-Dunántúli régiónak a mindennapi életébe. Ez is sikeres és jó úton halad, és ennek egy része a különböző gazdasági szervezetekkel való kapcsolat, például az említett Paks 2, de a egyébként működő atomerőművel ápolt kiváló kapcsolat is. Jó példázza a Szekszárd várossal működő kiváló együttműködésünk Árcsezső polgármester úrral. Minden évben van olyan közös pont, ahol tudunk együttműködni és egymás munkáját segíteni. De
említhetném akár a Szekszárdi Kosárlabda Klubot, akivel gyakorlatilag egy folyamatos együttműködést ápolunk. Mi az egészségügyi ellátást biztosítjuk a csapatnak, ők pedig rendszeresen különböző gyűjtésekkel gondoskodnak a kórházban lévőkről. Megemlíthetném a Rotary Klubot, ami akkor végképp egy civil szerveződés, és szintén egy kölcsönös és jól ápolt kapcsolatunk van. És sokáig sorolhatnám, és nem szeretnék senkit azzal megbántani, aki a kórháznak a javát szolgáló felajánlást vagy együttműködést tett, hogy most kihagynám a sorból, úgyhogy csak megemlítés szinten mondanám, hogy a sor hosszú, és mindenkinek nagyon köszönöm az együttműködő támogatását, amivel a kórháznak a működését és a fejlődését szolgálta, és tudom azt ígérni minden mellettünk állónak, hogy a kórház is erejéhez és képességéhez mérten viszonozza a kölcsönös jó együttműködést. A kórház konszolidáció tavalyi lehetőségeiből egy csomó minden átépült a kórházon belül. Lett hospice osztály, költözések voltak, felújítások. Az idei esztendő milyen célokat tartalmaz, vagy milyen felújítások várhatnak a kórházra? Egyelőre konkrét, nagyon nagy volumenű beruházásokra most nem látok lehetőséget. Ez ugye komplett épületrekonstrukciókat, vagy esetleg épületek építését, vagy átépítését jelenti. Ahogy azt a beszélgetésben korábban említettem is, az épületeinkre mindig ráfér és szükséges a karbantartás, a rendbetétel, kisebb-nagyobb javítások, amik most megvalósulás alatt lévők, Szekszárdváros együttműködésének az egyik gyümölcse a Szekszárdi Kistérségi Társulás 10 millió forinttal támogatta a gyerekosztály felújításának a folytatását, úgyhogy egy újabb szintet tudtunk kifesteni, vizesblokkokat tudtunk felújítani, új vizesblokkokat építeni, tudtuk bővíteni a szülő-gyermek közös elhelyezésre alkalmas kórtermeknek a számát. Ez egy konkrétan megvalósuló dolog. De ugyanezen a vonalon van egy pályázatuk is bent, ami halad. Az a családbarát szülészeti pályázat, amit ugye Magyarország kormánya hirdetett meg a családok évének kapcsán. Ebben is pályáztunk, amivel még konkrét döntésről egyelőre nincs tudomásunk, de ez a mostani szülészeti osztályunknak a fejlesztését fogja lehetővé tenni. Illetve hát egy évvel ezelőtti eseményre emlékeztetnék, amikor a térségünk országgyűlési képviselőjével, Horváth István úrral egy közös sajtótájékoztatón jelenthettük be, hogy a Szekszárdi Kórháza jövőben majd egy szülészeti tömbbel is gazdagodhat. Ebben is elkezdtük a tervezési munkát. Nyilván ez egy új épülettömb, ez egy nagyobb volumenű és nagyobb lélegzetvételű munka, ebben még a konkrétumokig egyelőre nem értünk el. Van egy közös ügyünk, már nem kettőnknek, bár mind a ketten benne vagyunk a dologban, ez a Műtőben című műsor, ami hát rövidesen elindul a Tolnatáj Televízióban. Hogy nekünk mi ebben a jó, azt tudjuk. Mi jó ebben a kórháznak? Én a beszélgetésnek arra a részére utalnék vissza, hogy egyrészt szeretnénk kinyitni a kórházkapukat, és nem színfalak mögött végezni a tevékenységünket. Szeretnénk hírt adni arról, hogy milyen munkát, időnként milyen magas színvonalú munkát végzünk a kórházban. A másik dolog pedig, hogy szívügyünknek tekintjük a lakosságnak az egészség nevelését, azoknak az információknak az átadását, amik által a lakosság és az emberek saját egészség képessé válnak arra, hogy tegyenek a saját egészségük érdekében.
Ez a két dolog a Műtőben című műsorban úgy függ össze, hogy egyrészt mi büszkén állunk ki azokkal a modern gyógyeljárásokkal, és büszkén mutatjuk be azokat a modern, most éppen műtéti megoldási lehetőségeket, amiket a tudomány már, orvostudomány már lehetővé tesz, és itt Szekszárdon is szeretnénk haladni a korral, és meg tudunk valósítani. És mindig szívesen fogadjuk be a tudomány által újonnan létrehozott és lehetőséget nyitott gyógyítási lehetőségeket. A másik dolog pedig az, hogy nem csak a egy-egy betegségnek nem csak a konkrét műtői megoldását szeretnénk bemutatni, hanem minden egyes műsor kapcsán az adott éppen meggyógyított betegséggel kapcsolatban egy kis tudásanyagot is szeretnénk átadni az embereknek, ami hiszem, hogy pozitív célt szolgál, hiszen bővülnek az egészségügyi ismeretek azzal, hogy bizonyos konkrét betegségnél milyen rizikófaktorokkal lehet számolni, mit lehet tenni a megelőzés érdekében, ha már megtörtént a baj, milyen gyógyítási lehetőségek vannak. Egy kicsit szeretnénk átadni a nálunk meglevő tudásunkból, ami azt gondolom, hogy mindenkinek a hasznára válhat. Főigazgató úr, jó munkát kívánok erre az esztendőre. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!